Nyilvános online konzultációt indított az Európai Bizottság a nyári és téli óraátállításról. A konzultációs időszak július 4-től augusztus 16-ig tart, a kértőív pedig magyarul is kitölthető. Az uniós szervezet megvizsgálja a jelenlegi nyári időszámítás működését és azt, hogy adott esetben indokolt-e az évi két óraátállítás. Két-három nap is beállítódok rá. Hát kell egy idő, míg átállunk azért. Van, akit megvisel, és van, akinek inkább bosszúságot okoz az évi kétszeri óraátállítás. Az átállás a nyári, illetve a téli időszámításra nem csak az emberi szervezetben okozhat zavarokat. Az egyórás különbséggel rendszeresen meg kell küzdenie a MÁV-nak és az éjszakai tömegközlekedésnek is. De legjobb az lenne, ha egyforma lenne, nem lenne átállításod. Az lenne jó, nem kéne elligatni mindig, nem? Egy 2016-os felmérés szerint a magyarok 80%-a nem szeret egy évben kétszer is órát tekerni. Az ezzel kapcsolatos véleményét azonban most bárki közölheti az Európai Bizottsággal. Az uniós szervezet ugyanis úgy döntött, nyilvános online konzultációt indít a nyári és téli óraátállításról, amely az EU szinte összes nyelvén, így magyarul is elérhető és kitölthető. A konzultációs időszak július 4-én kezdődött és augusztus 16-ig tart. A nyári és téli időszámítás szabályai jelenleg egységesek az Unióban, ám az Európai Bizottság rendszeresen kap visszajelzéseket a polgároktól, akik az óraátállítás kedvezőtlen egészségügyi hatásairól, alváshiányról és más negatívumokról számolnak be. Mások ugyanakkor pont a jelenlegi rendszer fenntartását szorgalmazzák, mivel véleményük szerint pozitív következményei vannak. A statisztikák szerint például évi 4-5 milliárd forintot megspórolhatunk az óraátállításokkal. Amit kapunk az óraigazítástól, az nem csak energia megtakarítása. Az ATV-nek korábban nyilatkozó telekommunikációs mérnök, aki évek óta készít számításokat az óraátállításról, azonban úgy véli, hogy az időzónaváltás az óraátállítás megtartása mellett több haszonnal és kényelemmel járna. A jelenlegi időzónánkban ugyanis 101 napig van este 8 óra után is világos, a GMT plusz 2-es időzónában viszont ez 170 nap lehetne. Tehát, hogyha megszűnne az óraátállítás, akkor Magyarországnak ilyen szempontból az lenne a legjobb, hogyha tényleg ez a fontos a magyaroknak, hogy délután sokáig legyen világos, akkor az UTC 3-as időzóna lenne a jó a magyaroknak, amikor nem állítunk, és abban az esetben, hogyha megmarad az óraátállítás, akkor viszont az lenne a jó, hogyha a GMT 2-es időzóna lenne. Az óraátállítással kapcsolatos konzultáció az atv.hu internetes oldaláról is elérhető, csupán rá kell kattintani a portálon megjelent cikkben található linkre.